Sziasztok! A mai videóban sapkával leszek, igen, és mivel megkérdeznétek, hogy ez miért van, nos, egészen egyszerű oka van, én nekem az így tetszik, úgyhogy ja, miért ne lehetne sapkával videózni. Na mindegy! A mai videó témája, hogy miket vásároltam mostanában szépségápolás terén. Volt 15%-os akció a Cult Beauty-n, nem olyan rég, úgyhogy vettem egy-két dolgot. Meg aztán azért, hogy vettem akkor egy bizonyos összeget, kaptam még egy 15%-os kupont, szóval sikerült becserkésznie az áldozatait a márkának. Na de akkor nem is húzom tovább az időt, hanem nézzük, hogy miket fogok mostanában kipróbálni. Gyorsan letudom a hajtermékekkel, mert abból is van pár. Az egyik az például ez az Olaplexes Number 4 Bond Maintenance Shampoo. Ez már a második tubuson belőle, szóval ez egy újravásárlás volt, mert annyira meg vagyok vele elégedve, ugye az Olaplex. Hát nem vagyok fodrász, úgyhogy nem fogom tudni nektek elmagyarázni szakszavakkal, illetve mindenféle biológiai alátámasztással, de az Olaplex az jót tesz a festett hajnak, a töredezett végeket, illetve a többé már nem egészséges hajszálokat, hát szinten tartja, tehát hogy nem lesz annyira káros a festés. Na, lényegében ennyi, de hogyha fodrászok vagytok, meg tudjátok ezeket a szakszavakat, meg minden, akkor nyugodtan írjátok meg lent a kommentekben, hogy valami kézzelfogható magyarázatot is tudjanak olvasni a nézőim. A másik hajápolós termék az pedig a Briogeo márkától van, és egy ilyen nagyon aranyos kis neszeszerben érkezett, és ebben három ilyen mintatermék van, száraz fejbőrre való termékek, ugyanis nagyon száraz a fejbőröm, úgyhogy gondoltam, hogy kipróbálom ezt az agyon hype-olt márkát, hogy mennyire jó valójában. Van benne egy kondicionáló, egy sampon, ami tök érdekes, hogy ilyen csomagolásban van a sampon. Oké. Okay. Érdekes, van benne kókuszolaj, szén, ennek a segítségével radírozza a fejbőrt, a kondicionálóban is van szén, mentaolaj, és az utolsó termék, ami van még itt, az egy ilyen treatment, és ebben is szén van, és teafa. Úgyhogy remélem, hogy ezek be fognak válni. Még egy hajra való termék, ez az IGK Beach Club Volumizing Texture Spray, tehát ez egy ilyen texturázó spray. Már nagyon sokat próbálkoztam texturázó sprékkel, igazából egyik sem vált be túlságosan. Meglátjuk, hogy ez milyen lesz, ez volument is ad elméletileg, meg hát ilyen, tudjátok, ezt az ilyen beachy hatást fogjátok elérni a hajatokkal. Még nem próbáltam ki, úgyhogy nem tudom, hogy milyen, de ez az IGK, ez most nagyon fel van kapva szintén. Nagyon sokaknál láttam megemlítve, úgyhogy gondoltam, hogy egy ilyen mini változatba kipróbálom. Ez egyébként, voltunk Veronába néhányan a Tezenisszel, nekem is volt alkalmam elmenni a Tezenis Fashion Show-ra, amit egyébként ezúton is szeretnék megköszönni. Egészen elképesztő élmény volt, de hogyha követtek Instagramon, akkor biztosan tudjátok, ha pedig nem követtek még, akkor nyomás oda, mert még lehet, hogy vannak nyomai ennek a Fashion Show-nak ott, úgyhogy meg tudjátok nézni. Na és a Veronai út során látogattunk be a Sephora-ba, és akkor ez a termék speciál onnan van, illetve a következő is, ami a Pixi-nek a Glow Tonic nevezetű tonikja. Szintén rengeteget hallottam már róla, ezt is mini változatban vettem meg, gondoltam, hogy kipróbálom, úgyis lassan el fog fogyni a tonikom, egyébként most Yves Rocher tonikot használok, és nagyon szeretem, nincs vele probléma, de erről udákat zengenek, szóval meglátjuk, remélem, hogy jó lesz. És amit még ott vettem, és aztán akkor ezzel át is térünk a smink termékekre, egy fekete beauty blender, általában, ha van rá alkalmam, hogy kézzel megfogjam és beletem a kosaramba, és úgy vegyem meg, és nem megrendelni kelljen, akkor szoktam belőle betárazni egyet, mert ez mindig jól jön. Ezt szeretem a legjobban, a fekete a leges-leges legjobb, szebben dolgozza el szerintem az alapozót, mint a többi, de erről már nagyon sokat beszéltem. És ami még szintén egy újravásárlás volt, az a Fenty Beauty-nak a Fenty Glow árnyalatú szájfénye. Ez van egyébként most az ajkaimon, nagyon-nagyon szeretem, nekem nem kell más szájfény igazából, csak a Fenty Beauty szájfények, mert ez a legtartósabb, amit valaha próbáltam, és a legerősebb fényt adott, illetve egyáltalán nem kényelmetlen viselt, szóval én nagyon-nagyon szeretem, meg van belőle a rózsaszín árnyalat is, van belőle egy ilyen fehéres is, diamond, vagy nem tudom annak mi a neve, az nincs meg, de ezzel a kettővel bőven el vagyok, ebből egy mini változatom volt,
és az most lassan el fog fogyni, szóval ezért vettem meg belőle most már a nagyot, mert annyira imádom. Az utolsó termék, amit a Veronai út során vásároltam, az a Too Faced Peach Perfect mattító porpúdere volt. Ezt már egy videóban kipróbáltam, nem tudom, hogy fent van-e már. Ha igen, akkor azt ide kattintva meg tudjátok nézni. Elégedett vagyok vele, a Too Faced Born This Way púder, porpúder a kedvenc porpúderem, sokkal jobb számomra, mint például a Laura Mercier, vagy az Hourglass, sőt az Hourglass-t egyenesen utáltam, ezért bátorkodtam kipróbálni ezt a Peach Perfect-eset is. Nem hiszem, hogy át fogok egyébként erre térni, nekem tökéletesen megfelel a Born This Way, nem kell plusz mattító hatás, de mindenképp szerettem volna kipróbálni, és akinek hajlamos olajosodni napközben a bőre, vagy eleve olajos bőrtípussal rendelkezik, azoknak például egyébként ez tökéletes lehet szerintem. És akkor evezzünk át azokra a dolgokra, amik végre a Cult Beauty-ról vannak. Az Anastasia Beverly Hills kijött egy fixáló sprével, méghozzá nem akármilyen fixáló sprével, hanem egy fényes fixáló sprével. És úgy gondoltam, hogy ez nyára nekem tökéletes lenne. Én ilyenkor nyáron egyébként szeretem használni sokkal jobban ezeket az ilyen fényes bronzereket, pirosítókat, meg minden. Ezen felbuzdulva vettem meg ezt a fixáló sprét, aminek gyönyörű csomagolása van. Már csak a csomagolásáért is megéri, mert hogy így néz ki. Egészen elképesztő, rendkívül csillámos. Olyan kis fújókája van, mint a MAC-nek, tehát így elzárható, úgyhogy lehet vele biztonságosan utazni is. Még ezt sem próbáltam ki egyébként, úgyhogy nem tudok róla véleményt mondani, de mindenképpen lesz róla a smink videó. Legkésőbb abban láthatjátok. A Benefit-től vettem egy mini terméket, a Bravo Conditioning Primer nevezetű terméket, és én a Benefit szemöldök termékekkel őszintén szóval egyáltalán nem vagyok megelégedve. Sőt, az egész egy goof-proof szemöldök ceruzával kezdődött, amit utáltam. Aztán megvettem a Precisely My Brow szemöldök ceruzát, amit mindenki imád. Gondoltam, hogy kipróbálom azt is, hát hogyha azzal majd fogok tudni dolgozni, hiszen mindenki imádja tényleg. De nekem az se jött be. Valamikinek a videójában láttam, hogy ezt használja, és ilyen nagyon szép szálas hatást ért el a szemöldökein ennek a terméknek segítségével. Kipróbáltam már én is, szintén abban a videóban láthatjátok, amit az előbb említettem. Nem vagyok tőle elájulva, de mondjuk ez az én hibám is, hiszen eleve kevés szemöldök szállal rendelkezem, tehát nem nagyon tud mit szálasítani. De egyébként még ez a legjobb, amit eddig próbáltam a márkától számomra. Elvileg primerként is használható, hogyha a szemöldök festék előtt viszitek fel. Én nekem akkor a ceruza az halálos volt, tehát erre nem lehet ceruzát felvinni. Az Hourglass kijött egy új szempilla spirállal, méghozzá a Caution nevezetűvel, és ennek a mini változatát vettem meg, és hát még nem próbáltam ki, úgyhogy nem igazán tudok róla véleményt mondani, de nyilvánvalóan erről is fogtok a későbbiekben hallani. Még több mini termék. A Glow Recipe-t sem tudjátok elkerülni, hogyha jelen vagytok Instán és YouTube-on a beauty köreiben, úgyhogy én sem tudtam, és a Watermelon Glow Sleeping Maskről nagyon sok jót hallani, igazából rosszat is, tehát elég megosztóak a vélemények, úgyhogy gondoltam, hogy na most már én is kipróbálom magamnak, ha már kijöttek ezzel a mini változattal belőle, a nagyot semmiképp nem vettem volna meg, de így, hogy van egy mini, tök jó, mert ki lehet próbálni. Nagyon masszív csomagolása van, tehát ez egy üveg, még a mini is nagyon szépen meg van csinálva, ugyanolyan, mint a nagy, és akkor ez is egy ilyen kis átlátszó kis tasiban érkezik, amit egyébként szintén meg lehet tartani, bár gondolom, hogy a nagyobb az nagyobb tasiba érkezik, és az még hasznosabb. Tetszik a csomagolás, tetszik, hogy így ezzel is foglalkoznak. És a másik Glow Recipe termék az pedig az áfonyás arctisztító. Ennek is ilyen nagyon aranyos csomagolása van, ez már műanyag, pumpás adagolóval rendelkezik, utazáshoz tökéletes lesz. Nagyon kíváncsi vagyok rá, erről egyébként nem hallottam annyi mindent. És akkor az utolsó három termék az mind egy márkától van, méghozzá a NARS-tól. Vettem kettő darab ilyen mini utazó palettát, amivel most nem olyan rég jött ki a márka. Az egyiket ki is próbáltam, a másikat viszont egyáltalán nem, ugyanis nem olyan, mint amire számítottam. Ez a hibiszkus árnyalat egyébként, amiről beszélek. Úgyhogy ezt meg is találjátok egyébként Instagramon nálam az eladó termékeim között. Vadonatúj, tényleg a doboz is itt van hozzá, nem nyúltam bele, még a tükrön is rajta van a kis fólia, és így néz neki ez a paletta. Nagyon-nagyon szép
egyébként, de nem az én árnyalataim valahogy. Nem tudom elképzelni, hogy én ezt a pirosat használjam, vagy ezt a pirosat. Tehát pirosat nem nagyon szoktam, úgyhogy őtől ezt szeretnék megválni. Ha érdekel titeket, akkor Instagramon írjatok nekem üzenetet. A másik pedig a copper árnyalat, és ezt már használtam, és sajnos nem annyira voltam vele megelégedve, de nem azért, mert rossz minőség vagy ilyesmi, mert nagyon szépen el lehetett dolgozni a színeket, illetve nagyon erősen pigmentált színekről van szó. Viszont nekem nagyon hiányzik egy ezeknél világosabb árnyalat, ugyanis elég világos bőröm van, és ez a legvilágosabb árnyalat is egészen sötét rajtam, tehát nem igazán tudom mondjuk belső zugba ilyen highlightként használni, vagy ilyesmi. Úgyhogy igazából ez a bajom a palettával, és amúgy meg világosnak tűnik. Kicsit olyan becsapós, mindegyik szín sötétebb felvitel után, mint ahogy itt a penben látszik. Ettől eltekintve nyilván használni fogom, nyilván szeretem, tök jó lesz utazásokhoz, de azért nekem hiányzik belőle egy világosabb szín, persze ez egyéni probléma. És az utolsó termék, szintén Jannástól. Ez a Hot Nights paletta, szintén egy új terméke a márkának, 2019-es nyári kollekció egyik darabja. Úgy voltam vele, hogy ezt nem fogom megvenni, de annyit láttam, annyit jött velem szembe, Instán, YouTube-on, mindenhol, hogy azt gondoltam, hogy nagyon mégis adjunk neki egy esélyt, próbáljuk ki, mert ilyen árnyalataim nincsenek, legalábbis nem tudok róla. Az egész paletta egyébként gyönyörű, nagyon-nagyon szép, igazából minimalista, szokásos, és így néz ki belülről a paletta. Gyönyörű árnyalatot találtok benne, hogy látjátok, 4 darab szemfesték, egy bronzer és egy highlighter is helyet kapod. Egy szóval utazáshoz ez is tökéletes egyébként, és hát mindegyik árnyalat fényes. Még a bronzernek is van egy nagyon-nagyon minimális kis fénye. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a színekkel nagyon könnyű elkészíteni egy olyan sminket, ami nappalra is jó, könnyű belőle esti sminket csinálni. Nyilván láthatok majd róla a smink videót, úgyhogy ez be fog bizonyosodni, hogy valóban így van-e. 3 NARS termékben is csalódtam egymás után. Hogyha megnézitek ezt a videót, amiről szó volt, akkor fogjátok tudni, hogy miről beszélek. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ő benne nem fogok csalódni. És ennyi lett volna mára ez a videóm. Remélem, hogy tetszett nektek, és hogy meghoztam esetleg a ti kedveteket is egy vásárláshoz. Hogyha bármelyik termékkel kapcsolatban van kérdésetek vagy véleményetek, akkor azt tudjátok, írjátok meg lent a komment részlegben. És nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Legyen csodás nyaratok! Sziasztok!